Több száz érdeklődő kísérte figyelemmel a rendezvényt Kapospulán. Stemlád József polgármester arról beszélt, bár a lovasport nem tartozik a pénztárca barát tevékenységek közé, ennek ellenére a településen is többen rendszeresen űzik. Itt a településen is körülbelül 10 gyerek, aki rendszeresen jár edzésre és hát szerepel. A rangos megmérettetésre meghívást kapott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, a magyarság történetével egyidejű a lovakkal való kapcsolat. A lovas kultúra, egyáltalán a lószeretet, az a magyarokkal egyidős. Most már vannak olyan feltételezések is, hogy annak idején az emberiség a magyarok által szelidítette meg, illetve háziasította a lovakat. Azt nem tudjuk pontosan, hogy így volt-e vagy nem, de biztos, hogy a magyarság történetével egyidejű a lótartásnak a története is. A több kategóriában is induló gyerekek számára ez a verseny hatalmas lehetőség a szereplésre. Legyőzik félelmeiket, megtanulják az állatokkal való bánásmódot. Az egyes versenyszámok végén eredményt hirdettek a szervezők.